Internet népe, üdv mindenkinek! Itt megint a Sámán beszél, és volt egy ígéretem nektek korábbról, amikor a Budapest Motorsos barátaimnál jártam, és akkor egy i8-at forgattam, és az volt akkor az ígéretem tárgya, hogy visszajövök érte, hol van? Ő érte, hogy megmutassam nektek, ugyanis ez annyira különleges és szép autó, hogy az én kis Sámán Falkánnak egész biztosan kedve támad hozzá, hogy megnézzük. Ő az M4 CS változata, és mindjárt kitaláljuk, hogy mi ez a CS és hogy áll össze. Fantasztikusan kívánatos ez a jószág. Mit kell erről a CS-ről tudni? Ugye az M4-nek volt egy GTS változata. A GTS változat az ultra durva csúcs változat volt, tele mindenféle karbon kiegészítővel, erősített motorral természetesen, és annak ott hátul, a hátsó ülés helyén be volt csövezve a helye, az ülése, azaz csak két személyes volt. Na most a CS megörökölt egy csomó technológiai fejlesztés és egy csomó szénszál alkatrészt, könnyítést, betétet, viszont négy személyes maradt, tehát a kettő világ között van, a kupé és a GTS világa között van, és mindjárt mutatok nektek egy csomó olyan részletet, ami igazán kívánatossá teszi ezt az autót, közben üdv a YouTube nézőknek is, nekik mondom, hogy ez egy élő Facebook videó, úgyhogy ha a kommentekre válaszolok, akkor az azért van, mert itt jönnek nekem a kommentek, és ti is ezeket látni fogjátok, kedves YouTube nézők, és iratkozzatok is fel természetesen. Ha már itt járunk, akkor ezt azért bedobom, jó? Szóval, M4 CS, 460 lóerő, 600 Nm, 3.9-es gyorsulás, és akár 280-as végsebesség is. És ha már itt a fékeknél kezdem, látjátok, hogy milyen óriási szénszál féktárcsákkal és aranyra fényezett féknyergekkel érkezik ez az autó. Elől-hátul egyébként különböző a gumi mérete. Gyönyörű ez a lila kupé. 3000 példányban gyártják, tehát aki úgy érzi, hogy kellően vastag ahhoz, hogy egy 42 milliós beruházást tegyen, az biztos, hogy egy ilyen 10-15 év távlatában nem jár rosszul, ugyanis ennek az autónak az ára valószínűleg egy idő után ismét elkezd emelkedni. Szóval elől 265-35-19. Hello Sándor, igen brutális. Hátul pedig, nézzük csak mi van hátul. Hátul azt mondja, keresem a méretet, 85-30-20-as a hátsó része az autónak, és szia Tomi, nem tudok hibázni. Hát igen, nem tudok hibázni, ez így van. Egyébként Tomi, neked üzenem, hogy majd hívlak. Beszélnünk kell, jó? Közben addig mutatom, tehát a CS-nek van egy nagyon vagány szénszál hátsó szárnya, ugye róla beszélünk, szóval egy nagyon vagány hátsó szárnya van, és akkor mindjárt mutatok még benne olyan alkatrészeket, amelyek az ultra könnyű és nagyon erős és a versenysportból ismerős karbonból készülnek, úgyhogy mindjárt odaadom a kamerát. Hogy adjam oda, srácok, egy kicsit a kamerát, amíg kinyitom az autót, illetve a motorháztetőt. Jó nagy csattanással nyílt ki. Egyébként a kulcsa ez egy teljesen hagyományos. Minden BMW-nek ilyen a kulcsa. És hogyha jöttök, akkor már rögtön az is látszik, hogy ez nem egy hagyományos motorháztető, itt van benne egy power dome, itt pedig van benne egy levegőztető rész, és most fölnyitom, egyébként pillekönnyű. Akkor itt lehet látni az autónak az anyagszerkezetét, vagy a motortérnek az anyagszerkezetét. Ugye ez is kompozit anyagból készült sütött. Nagyon jó, hogy ezt a live-ot készítjük. Közben Krista, mondasz nekem a mentet, mert pont nem láttam, szóval csak mutatom, hogy milyen szép, ahogy látszik, ahogy össze vannak hajtogatva egymásra, nézzétek, a különböző irányú szénszál
fonatok, és ugye ez úgy van megsütve, nem is tudom hány száz fokon sütik ugye a szénszálat, tehát az egész motorháztető pillekönnyű, és aztán jöjjön a motor, ami elképesztően gyönyörű. Ezzel a nagyon igényesen megcsinált toronymerevítővel, ugye, ami kikerüli a motort így előről, és úgy megy hátra, és hát itt van ez a bitangerős, 3 literes, sorhatos turbomotor, ami itt 460 lóerőt teljesít, és azt nem tudom, kérdezem Zsolti, hogy ez is már ez a vízbeporlasztós? Nem, csak a GTS. Csak a GTS-i a vízbeporlasztós, ugye? Aki kicsit járatosabb a speciális M4-esek világában, az tudja, hogy ennek a motornak van egy ultra speciális változat, amiben vízbefecskendezéssel hűtik vissza, ugye, a beszívott levegőt talán? És azzal is a teljesítmény strófolják, úgyhogy a motor is fantasztikus. Hát érdemes ezen azért így végig csúszni, ezen a szénszál íven, ami toronymerevítőként szolgál, és ott van mögötte a motor, szépen hátratolva. Hú, de szép, gyönyörű. Na és akkor üljünk be, közben ha van kérdésetek, tegyétek föl. Ugye itt azért nem önt minket nyakon a sok komment, mert 3 körül nem szoktak élő facebookozni az emberek, de semmi gond, Zsolti közben lecsukja, a lecsukás is ilyen határozottan kell, hogy megtörténjen, ugyanis nincs súlya. És akkor ide most ügyesen benézünk. Ugye ezt már ismerhetjük, nagy meglepetést nem mutat nekünk, azért rögtön én észreveszem, hogy itt ez a kormány Alcantara bevonatot kapott, és közben megjöttek a vendégek, szerintem. Szóval Alcantara bevonatot kapott a kormány. Ugye sportülésekben ülünk. Mindjárt be is huppanok, de úgy fogom csinálni, beülök hátulra, mivel ez már ugye, mint említettem, 4 személyes. Beülök hátulra, és majd adjátok nekem oda, jó? És akkor hátulról körbenézek. Azt rakogatod előtt volna a kocsitba, ülés még. Aha. És akkor elkérhetem? Kösz. Köszi. Na, akkor itt már azért érzékelem, hogy rengeteg az Alcantara. Ugye ezt a versenysportban azért használják, mert nem csúszik. Ugye a kormányt, ha megfogod így, akkor sokkal stabilabban tudod tartani. De ez a finom szövet, ez a finom Alcantara azért itt középen is visszaköszön. A tető is az. Ja, és ahogy nézem, nézzétek az ajtót. Az ajtó is kompozit anyagból van. Ugye ezeken a betéteken is jelentős grammokat, dekákat, talán kilogrammot is lehet spórolni. Úgyhogy így néz ki az M4CS belülről. Belülről nem annyira forradalmi, de hát ezt az autót vezetni kéne, amire nekem most nincs lehetőségem. De hát reméljük, hogy egyszer csak lesz. Jó, így néz ki, még az üléseit nézzétek meg. Á, zseniális. Ez egy ilyen instant get autó. Tehát azonnal. 42 millió forint, nagyon-nagyon sok. Nagy kérdés, RS5 vagy ez? Hát Zsolt, biztos láttad, hogy azért kérdezed, mert nekem az RS5 már megvolt. Korábbi kivitelében megvolt már azért a 4-es is. Hogy az RS5 vagy ez, az alapvető különbség az RS5-ös és az M4-es BMW között az az, hogy az M4-en játszol, az RS5-tel meg durvulsz. Persze lehet játszani úgy, hogy durvulsz, de annak mindig az BMW esetében a hátulját kidobó far lesz az eredménye, az RS5-ös pedig mindvégig sinem fut, úgyhogy ez, nekem ez. Közben mutatom, ugye divat, és ezt inkább marketingnek használják, az ilyen hülyeségeket kitalálni, hogy ezzel végül is hasznos a feladatát ellátja, ezzel be lehet rántani az ajtót. Úgyhogy RS5 vagy ez? Az én válaszom a BMW lenne. Imádtam az RS5-öt, csak nekem túlon túl stabil volt. Csaba, majd vezethetem, ha megveszed? Hát, barátom, hajrá! Csak így tovább. Remélem, mi hamarabb megveszed. Tudok adni egy értékesítőt, aki eladja neked. Szóval, még egyszer körbejárjuk az M4CS-t, és remélem, hogy sikerült ezzel a pici bemutatóval is letudnom az ígéretemet,
hogy visszajövök és megmutatom nektek. Fantasztikus autó, maga az M4-es is fantasztikus autó, ezek a különlegességek pedig szerintem még nagyobbat dobnak mindig az autó értékén. 3000 példány, aki egy ilyet vesz, nem hiszem, hogy nagyon mellé nyúl, csak várnia kell egy pár évtizedet, hogy visszakezdjen emelkedni az autója ára. Köszi, hogy ma is itt voltatok velem, Sámán búcsúzik, jövök még rengeteg videóval. Ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornámra, természetesen a Facebookon is utolértek, rengeteg videóm fog érkezni. Köszi. Ismeritek-e egymást? Zsolti? Igen. Ábel Csaba, üdvözöl. Ismeritek, ismeritek egymást? Jó, tök jó. Hát akkor Csaba, örülök, hogy itt is van egy közös kapcsolódás. Úgyhogy a Sámán búcsúzik, vigyázzatok magatokra. Tök jó volt, hogy ma is beszélgethettünk erről a szépségről. A YouTube-on folytassuk. Szevasztok, aloha.